legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Hazafias hangulat Tarpa főterén. A Nemzeti Lovas Színház a községben mutatta be elsőként azt a musicalt, amely Esze Tamásról, a Rákóczi szabadságharc legendás alakjáról szól. A jobbágyból lett brigadíros, 1666-ban született a községben. A település polgármestere elmondta, az előadás egy kivételes összefogás eredménye. Hogy közös akarattal született meg ez a dolog. És ugye azért 13-14 év után mindig nehéz egy hagyományőrzőként vagy tarpaiként találni olyan dolgokat, kitalálni olyan eseményeket, ami még igazából vonzóvá teheti a kurucságot, a szeretetünket, az őszinteségünket, az elszántságunkat ebbe az irányba. És mindig kell egy újat és újat kitalálni, egy új impulzust adni magunknak is, de a kis közösségünknek is egyaránt. És ez az, ami a 14 év barátságából adódóan a Nemzeti Lovas Színház, Sasvári Művész úr és Tarpa kapcsolatából adódott. Esze Tamás volt a kuruc sereg első ezredese, és az egyetlen jobbágyi származású tisztje, aki brigadérosi rangig jutott. A térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, Esze Tamás a Rákóczi szabadságharc egyik vezéralakja volt, helytállásáért a fejedelemtől 1708-ban nemesi rangot is kapott. Mi olyanok vagyunk, magyarok, hogyha nehéz időket élünk és segítségre van szükségünk, akkor a hitünkön túl a kultúránkhoz, a identitásunkhoz nyúlunk vissza. Olyan helyen, olyan történelmi helyen vagyunk, ahol ezt különösen meg lehet és át lehet élni. És egy olyan napon is, hiszen 1708. április 24-én, március 24-én, tehát éppen ma van az évfordulója annak, amikor a nagyságos fejedelemtől a nemesi oklevelet Tarpa szülötte megkapta. Hoppál Péter kormánybiztos beszédében kiemelte, a térség identitása példaértékű. Esze Tamás élete pedig olyan személyes példát mutat, amit úgy kellene tanítani, ahogy a tarpaiak megélik. Ez a kicsi kis maroknyi, de egyenes derékú had a tarpaiak részvételével, a szabadságharc zenitjére, 5 év múlvára 70 ezres óriási ütőképes hadsereggé növekedett. És ez a nagy történet innen indult el Tarpáról. Tudom, hogy önök ezre büszkék, de erre büszkének kellene lennünk az egész magyarságnak. Éljünk bár a Kárpát-medencében, vagy a diaszpóra közösségeiben. Fel kell idéznünk, és tudnunk kell, hogy honnan gyújtották meg a nagy-nagy lángját a Rákóczi szabadságharcnak. És honnan indult mindez el annak idején? Az ősbemutató napján Rákóczi születésének 348. évfordulója alkalmából megkoszorúzták a fejedelem tarpai szobrát.